Életének 91. évében elhunyt Szabad György Szécsényi Díjas akadémikus, aki 1990 és 94 között az MDF politikusaként az országgyűlés elnöke volt. Az Aradon született Szabad Györgyöt a Numerus Clausus törvény miatt érettségi után nem vették fel az egyetemre. Ezért kertész tanonc volt, majd zsidóként munkaszolgálatra hívták, ahonnan 1944. március 15-én megszökött ugyancsak szökéssel ért véget a 45. márciusában történt kéthetes orosz kényszermunkája. 1950-ben az Eltén szerzett tanári és levéltárosi diplomát. 1970-ben kapta meg egyetemi tanári kinevezését. A történettudományok kandidátusa, majd akadémiai doktor lett. 1945 és 46 között a kisgazdapárt tagja volt. Az 1956-os forradalom alatt a Bölcsészkar forradalmi bizottságának tagjává választották. A politikai életbe 1987-ben tért vissza, amikor felszólalt a lakiteleki találkozón. Ekkor lett az MDF alapító tagja. 1989-ben megválasztották a párt elnökségébe is, melynek munkájában 1994-ig vett részt. 1990-ben az országgyűlés elnökévé választották. Az 1996-os pártszakadáskor az MDF-ből kivált Magyar Demokrata Néppárthoz csatlakozott, amelyből 2011-ben kilépett.